Marisa Volpini egy tapasztalt ingatlan értékesítő, aki annak idején férjével Olaszországból költözött az államokba. Amikor megkaptam az ingatlan értékesítő engedélyemet, nyilván nem voltak még eladásaim. Nem csak, hogy nem volt pénzünk a számlánkon, hanem még a hűtőnk is teljesen üres volt. Marisa elpanaszolta helyzetüket egy barátjuknak, aki felhívta a 700-as klubot és imát kért. Néhány nappal később a CBN több száz dollár értékű élelmiszert vitt ajándékba. Emiatt több mint 20 éve ő is csatlakozott a 700-as klubhoz, és a mai napig adakozik. Azt teszi másokkal, amit a CBN tett vele. Nagyon megindulok, amikor látom a szegény családokat, az anyákat a beteg gyerekeikkel, élelem nélkül. Együtt érzek velük, ezért minden hónapban adakozom. Így próbálok segíteni, hogy túléljék azt a hónapot. Marisa korán megtanult adni. Elmesélte, hogyan adta az első 20 dollárját egy rászorulónak. Felindultam az adásra, de tudtam, hogy nincs pénz a bankszámlánkon. Kölcsönkért 20 dollárt az adakozásra, és másnap megdöbbent, amikor egy telefonhívás eredményeként 7000 dolláros jutalék ütötte a markát. Nagyon izgalmas volt, mert csak arra tudtam gondolni, hogy elmehetek bevásárolni és kifizethetem a számlákat. Marisa és férje 2001-ig dolgoztak az ingatlaniparban, amikor Rick degeneratív izületi gyulladás miatt kerekesszékbe került, ám Marisa tovább folytatta az adást. Tovább adakoztam, és nem féltem, hogy nem fogok kapni, mert Isten hűséges, és a megfelelő időben válaszol. Házakat építettek a környéken, és elhatározták, hogy megvásárolnak és kiépítenek egy 17 hektáros területet a szomszédságukban. De a gazdaság gyengélkedett, és mi is küzdöttünk. Épp új kölcsönt vettek fel az otthonukra a számlák kifizetéséhez, amikor banki tanácsadójuk felvetett valamit. Azt kérdezte, miért nem adom bérbe a földünket kőolaj és földgáz kitermelő cégeknek. Marisa megfogadta a tanácsot, és néhány hónapon belül egy 100 000 dolláros csekket kapott a földjük ásványkincs jogaiért cserébe. Isten a saját kertünkből adta meg, amire szükségünk volt. A 100 000 dollárból mindent és mindenkit ki tudtunk fizetni, és még tartalékunk is maradt. Ne féljenek, mert amikor adnak, a kezük arra is nyitva van, hogy átvegyék Isten gondviselését, amit önöknek tartogat. Amikor adnak, a kezük arra is nyitva van, hogy átvegyék Isten gondviselését, amit önöknek tartogat. A Biblia erről a példabeszédek könyvének 19. részében ezt mondja. Kölcsön ad az Úrnak, aki kegyelmes a szegényhez, és ő az ő jó téteményét megfizeti neki. Marisa is megtapasztalta ezt, úgy döntött, szeretne segíteni a szegényeken.